akkor a fémvázra kerül rá, tehát fém vagy falnak a nagy keretnek fából van a váza, ez fém, és arra kerül rá a szalma. Így készülnek a szalma remek művek, a technikát horvát alkotók fejlesztették ki és hozták el Pécsre. Krámli Márta szobrász is itt ismerkedett meg a módszerrel, hogy hogyan lehet szalmából maradandót alkotni. Ez egy nagyon egyszerű technika, és nagyon látványos dolgokat lehet belőle készíteni, és a legjobb benne, hogy utána teljesen elbomlik, tehát nem marad utána szemét. Szia! Meg tudod ezt emelni? Fent tudod tartani a fejed fölött? Aj, de erős fiú, nagyon jó! Kérek egy fotót! Ilyen életnagyságú szobrok, kerítések, kerekek és labdák készülnek a Zsolnai negyedben. A gyerekek is kipróbálhatták kézügyességüket, a Pannonpover játszóházában a szalma szinte minden felhasználási módját megismerhetik az érdeklődők, csúszdától a remek műveken át, egészen az energiáig. Az erőmű új blokkjának és ennek a mezőgazdasági melléktermékeknek köszönhetően ugyanis Pécs lesz az első nagyváros, ami teljes egészében megújuló energiából tudja előállítani a város távfűtéséhez szükséges hőenergiát. Ez a 240 ezer tonnányi tüzelőanyag, ez megközelítek 3,5 milliárd forint többletbevételt generál majd az erőmű 100 kilométeres körzetén belül dolgozó gazdák számára, tehát azt gondolom, hogy az ő számukra is ez előny is lehet. Az új biomassa blokkot idén évvégén adják majd át, a szalmaszobrok pedig augusztus 20-án az Orfűi Szalma Fesztiválon lesznek kiállítva.